Dávid egyébként a 4-5 rabbi közé tartozott, aki ugye a neológia és ortodoxia státuszban szétszakadt. És a neológia betagozott a Ferenc József az ő pénzéből támogatásból a zsidóság, mert ugye 48-49-ben hatalmas hadisarccal van, de megépíti azt a neológoknak a bérgyocsistusat, nem az ortodoxiának, ha bemegyünk a rabbi képébe, egy hatalmas tartalmas Ferenc József, és a az ortodoxiával, neológokra megegyezett, és az állam jelen iskolákat, a városok, balasztagyakat arra, az állam is támogatta a neológokat, az ortodoxokat, nem. Elmennek az ortodox vezetőkhöz.